ספר פסח מתוך דרגות הסולם, מאמר ג' תפילות, עמוד 282. ניתן לשאול שאלות באתר kabbalah.com.co.il. שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. שוב, מתוך ספר פסח, דרגות הסולם, מאמר ג' תפילות, עמוד 282. פסקה יש להבחין ג' תפילות. יש להבחין, meg kell különböztetnünk. יש להבחין ג' תפילות. א', תפילה למקרה. Meg kell különböztetnünk három fajta imát. Az első fajta a Mózesnek az imáját, amely a Tóra. A második fajta ima Dávidnak az imája, amely a Malchut. Aki elértára a Malchutot, és a mennyei királyságért, a Malchus Shamayimért imádkozik, mert ha már elérte, akkor nem szabad onnan elmozdulni, azért azt kell kérni. A harmadik fajta ima az a szegény embernek az imája, aki ki akar lépni az önszeretetből, és az adakozás érdekében akar dolgozni minden jutalom nélkül, kizárólag a teremtőért. És akkor a test elkezd ellenállni a munkának, mivel ez ellenében van a természetének, és akkor eljut egy állapotba, ahol látja, hogy teljesen lemeztelenítve látja, hogy nincs semmije, azaz, hogy nincs támogatása, amelyen keresztül hajtóanyagot kapna a munkához. Ez azt jelenti, hogy mielőtt ő azt gondolta volna, hogy dolgozott a saját érdekében lismában, a jó cselekedeteket hajtott végre, legalábbis úgy gondolta, és hogy van valamilyen fajta birodalma, azonban most, amikor elkezd azon az úton haladni, mert Lismához vezeti, elkezdi érezni azt, hogy kevesebb, mint bárki, aki az ő korához tartozó ember. Tehát ő ezen a módon kezdi el érezni a saját útját, és az egész világot sötétnek kezdi el látni, ahogy írva van, mivel gyere és a fáraóhoz és beszélj a nevemben, és akkor csak rossz dolog fog történni a nemzettel. Ez nem mente meg a nemzetet, és a Teremtő azt mondta Mózesnek, hogy látni fogod, hogy mit teszek a fáraóval, mivel az a erős kéz, amelyet oda küldök, csapásmér a fáraóra, és szenvedést okoz neki majd a saját országában. És ezt el kell magyaráznunk, hogy mielőtt Mózes elment volna Izrael nemzetéhez, mint a Teremtő hírhozója, hogy elmondja a hírt, hogy kivezeti őket a Teremtő Egyiptomból, a nemzet a Teremtőt kell elkezdje szolgálni, és előtte pedig alá voltak vetve a fáraónak. A fáraó az a kapni akarás, amelyben a teremtmény létezik, és amelyben egyetlen dolgot sem tud megtenni önmagáért. Ő kontrollálja a teljes teremtményt, és nem engedi, hogy az ember kilépjen az ő uralma alól, és képes legyen másokért tenni bármit, és Mózes pedig megérkezett, és a fáraó uralma aláhajtotta őket, azaz Izrael mindegyike az ő kontrollja alá került, azaz egyénileg minden egyes izraeli a fáraó kontroll alá került, és akkor mindenki megértheti ma Mózesnek az üzenetét, hogy neked el kell kezdened a munkát Lismában, az ő érdekében, és akkor világos lesz az értelem számára, hogyha te elkezdesz az igazság útján haladni, azaz a Teremtő érdekében dolgozni, amely azt jelenti, hogy a adakozási szándékkal fordulsz a Teremtőhöz, akkor mindenkinek valóban lelkesen kell munkát végeznie, és erőt is kap hozzá, akkor nyilván ez a belső elkezdődöttség olyan nagy lehet, hogy egyetlen másodperc sem adja fel az ember ezt, hogy újra csak a saját fizikai szükségleteiről kell gondoskodni, amiről igazán szüksége van,
mert most a teremtő érdekében végzett munkára képes gondoskodni az embernek, hogyha nem is kezdődött el igazán ez a munka, de megvan az érdek az embernek, hogy a teremtő érdekében dolgozik, azaz érzékel, hogy az igazság útján halad előre, a test természetesen egyetért ezzel, jobban, mint hogyha ő nem az igazság útján haladna, azaz lismában. De valóságban nyilván itt éppen az ellenkezője történik. Pontosan, amikor valaki az igazság útján akar haladni lismában, a test azonnal elkezd ellenállni, és az összes érvelése kezdődik a testnek, azaz a fáraó érvelése kezdődik. Egyiptom királynak az érvelése, hogy ki az a teremtő, akinek én hallanom kéne a hangját, stb. És a gyengéknek az érvelése, amely azt követi, hogy hol van az a munka, amit nekem érdemes elvégeznem, és akkor a munka nagyon nehézé válik, mert állandóan túl kell lépni ezen a fajta nehézségén a testnek, és ezt magyarázza el a vers, amely azt mondja, hogy mivel a fáraó nevében, a fáraóval a nevemben kell beszélned, ezért ez fog a fáraóval történni. Tehát amikor Mózes elment, és a teremtő nevében beszélt, azaz, hogy valóban a teremtő érdekében fogtok munkát végezni, mégis azok az emberek, akikre hivatkozott, azok a rossz dolog történt. Tehát mielőtt Mózes elment volna, és azt mondta volna a zsidóknak, hogy nektek csak is a teremtő érdekében kell dolgozatok, mindenki a teremtőt szolgálta, és azt gondolta magáról, hogy igaz, és volt hajtóerejük a munkához, mivel a munka világos volt a számukra, azonban miután Mózes megjött a hírrel, hogy neki valóban a teremtő érdekében kell dolgozni, ők a helyzetük rosszabbá vált. És ennek megfelelően jobb lett volna, hogyha el sem kezdik a munkát lismában, és ez ad választ arra, hogy a teremtő miért mondta Mózesnek, hogy most már látnod kell, hogy mit teszek a fáraóval, mivel az erős kéz, amit odaküldött a teremtő, azaz, a válasz nem az volt, hogy a teremtő nem mondta meg az igazat, hanem sokkal inkább elmondta, hogy mit akar tőlük annak érdekében, hogy ők érezzék az igazságot, vagyis, hogy ők milyen messze vannak az igazságtól, azaz az emberek érdekében végzett munkától. És akkor, amikor kialakult bennük az a fajta igény, hogy megérezzék, hogy ők mennyire nem képesek lismában dolgozni, és hogy meglássák, hogy ez az erő valóban a teremtő érdekében végzett munkában nyilvánul meg, nyilván én nem azt igénylem tőletek, hogy az igazság útján haladjatok, hanem arra van szükségem, hogy legyen egy edényetek, amelyben a felső bőséget felfogjátok. Ezért, amikor elkezdtek dolgozni az adakozás érdekében, látni fogjátok, hogy képtelenek vagytok erre a munkára, és akkor megadom nektek azt, amire szükségetek van, erős kézzel. Azaz, Izrael elkezd növekedni, amikor Egyiptom rabszolgaságból kilép, és egy szövetséget kötök veletek, hogy kivezetlek benneteket az egyiptomi szenvedésből. Ebből kifolyólag, miután nekik megvoltak a megszerzési edényeik, a teremtő megadja nekik az erőt, hogy kilépjenek a kapni akarás szándékának uralmáról ezekben az edényekben, és ilyen módon elmagyarázhatjuk, hogy mit jelent a segényebb ennek az imája. Miért van az, hogy minden más ima ezen az imán alapul? Mert itt mind egy emberről szól, akiben különböző helyzetek bukanak föl, és ebből kifolyólag Dávidnak az imája az elfogadhatatlan önmagában, hiszen ő már elért a mennyek királyságát, de amiért imádkozik, az csak az lehet, hogy ne essen ki ebből az állapotból. És nyilván az ember csak akkor tud ezért imádkozni, mert benne van a mennyek királyságában. Azon mindenki, aki messze van a mennyek királyságától, azok, hogy mindig Egyiptom királyának az uralma alatt vannak, hogyan lehetséges az, hogy az állapotot elérjék, hogyha valójában semmilyen jele nincs ennek. Ezért először a szegény embernek az imáját kell felemelni, hogy ezt elfogadja a teremtő, azaz, hogy el kell nyerni a mennyei királyságnak a belépését, a mennyei királyságba, és ez az első állapot, amikor az ember elkezd a munkába belépni, később pedig jön a második szint, amely Dávid királynak az imája, azaz,
az ő mennyei királysága nem áll meg egyetlen perce sem, és akkor belépnek a harmadik szintre, amely Mózesnek az imája, amely a Tórának tekinthető. ראשית כל הוא צריך לזכות לבחינת מלכות שמיים הנקרא בחינת עניה ודלה שזהו בחינה ראשונה מה זו אותה בחינה ראשונה? Tehát mindenki ott el kellene mennyei királyságnak az állapotát amely az első állapot. Mi ez az első állapot? מה אומרים עלה? Nincs fény az edény nélkül, mondja rá. Milúj ללא כישרון. Mit jelent ez? Hogy nincs kitöltés hiány nélkül. Addig, amíg valaki nem érzi, hogy, ő valóban szegény, hogy hiánya van, és a hiánynak az érzékelése, az valóban fáj neki, nem csak azért, mert ő akarja, hogy megkapja azt, amit ne kell kapnia, hanem azért, mert ő a teremtés célnak megfelelően szeretne megszerezni, ami az adakozás érdekében történő megszerzés jelenti, azért, tehát, hogy másokat kell kitöltenie ahhoz, hogy a teremtés tervét beteljesítse, ezek pedig a barát, amit ki tud tölteni, ezek a barátainak a vágyai, amíg ez nem történik meg, addig nem tud belépni az igazi spiritualitásba. Ezért kérdezte Ábrahám, hogy hogyan fogják megkapni a spiritás vágyakat. Tehát a teremtő pedig azt válaszolta, ne aggódj. Én ezt elrendezem. Na, akkor én kérdezek, nem ti. Jó, mondja rá. Hogy... Hogy stabilizálja... Kapja a sopolunk, oké? Okay? Tehát hogy... Tehát hogy stabilizálja a fáraó? De ha van választok, beszéljétek meg. Hagy mindenkit beszélni. Ha így, akkor marad csöndbe. Tehát a kérdés a következő. Milyen fajta cselekedet hajt végre a fáraó, amely felébreszti a spirituális vágyat azokban, akiknek van szívelévő pontja, és akiket ezért Izraelnek nevezünk. Tehát milyen cselekedet által ébreszti fel a fáraó a spirituális vágyat? Hogyan lehetséges ez? Tehát ő közelebb viszi őket a bűnbocsánathoz. Rajta. שמתחילים להבין שכל העבודה שעושים כל השכר ahogy elkezdünk megérteni, hogy a teljes munka jutalma az ez, hogy beléphetünk a spiritualitásba. Tehát az ember nyilván kitöltetlenül ül, és ez viszi közelebb a teremtőhöz. Tehát az a tény, hogy valaki el akar élni a spiritualitást mindenféle módon, nyilván azt is látnia kell, hogy le lehet tisztázni, hogy mi történik. Amikor az ember valóban megtalálja, hogy rálel arra, hogy az ego kizárólag önmagáért képes dolgozni. Ez a felfedezés, ennek a félelme az, hogy mindig az önszeretetben fog maradni, és nem fogja látni a valóságot annak megfelelő módon. Ez egy hatalmas motivációt kell, hogy adjon, hogy ettől az állapottal elmeneküljön. Tehát az, hogy aki felfedezze a saját rabszolgasságát, tehát mind, amit mi teszünk nap közben, azt ennek kell arrendelni, hogy megértsük pontosan, hogy ez az én célom, hogy belépjek a spiritásba. Hát pontosan azért, mert az embernek a kapni akarását ki kell terjeszteni, az emberek elkezdeni érezni, hogy nincs semmi, hogy üres, és hogy
Paró bezem ó a hiszaron. Tehát ez, ha nem történik ez meg, akkor az a halálos vég lesz különben. A fáraó az, ami valóban egy hatalmas... Tehát mindig meg kell vizsgálni a spiritásával viszonyát minden egyes vágynak. Nyilván az ember nem tud minden pillanatban spiritásban lenni, hanem ez egy, az egy állandó frusztrációt kell, hogy okozzon. Miután a fáraó Izrael a munka felé sarkalja, hogy elszívja tőlük a munka eredményét, nyilván azért még azt is elfogadja, hogy adakozzanak, de a megszerzés érdekében az, ez az a pont, ahogy behajtja őket a munkába. Azért, hogy Izrael ezen keresztül egyébként csalódjon is a munkában, és az a fajta csalódottság, ez viszi közelebb egyébként Izraelt a teremtőhöz. A fáraó jó, jó házi úr. Tehát neki megvannak az emberei, Izrael, megvannak az egyiptomiak, akik alá vannak rendelve. Tehát nyilván ő jó, ő megfizeti őket, jó uralkodójuk, jó királyukká válik, törődik velük. Ha? Mit mondunk erről? Mit tudunk erről? Tehát megfizeti a munkáért az egyiptomiakat, vagy nem? Haim Ratz nincs a teremben? Ott van. Na, az egyiptomi materializmusban ez a kérdés, ugye mi ezt megbeszéltük, nem olyan régen, hogy a fáraó... Megfizette őket, a lélek azonban a nyilván az adakozás érdekében számvizetést érez, de a test nyilvánvalóan nem érzi a számvizetést. A fáraó alatt nyilván ő paradicsomban érzi magát, már a test. Tehát ez egy nyaralás a testnek. Tehát hogyan jelent meg a fáraó, mint jó fáraó, és aztán hogyan nyilvánul meg, mint gonosz fáraó? Nyilván csak Izrael felé gonosz. Hogy lesz ő jó, meg hogy lesz ő gonosz? Oké, tehát akkor próbáljuk meg ezt a helyzetünkre értelmezve megvizsgálni. Tehát akkor azt éreztük, hogy a munka az a mi számunkra ilyen értelemben jó. Hogy az ember eljött a spétes munkához, és hogy valóban jutalmat kap az ember. Na, tehát az úton barátok vannak, testvérek vannak, akik haladunk előre, de a fáraó mindenféle jutalmakat ad nekünk közben. Ez addig van, mondja a következő srác Roy, amíg alapvetően el nem érjük azt, hogy a teljes kontroll bekattan fölöttünk, és akkor rájövünk, hogy mindez, amit mi végzünk ezen a módon, azt valójában a fáraó végezzük, és nem tudunk ez alól kilépni. Ez érdekes, hogy a következő srác, hogy általában az összes érzéki különbözet, ami a fáraóval kapcsolatos, nyilvánvalóan az ember csak azt tudja felfedezni, hogy milyen a fáraó valójában, amikor az ember elkezd megfordulni kilépni az ő uralma alól, és akkor elkezdődik az érzéki különbözete egy új mérés a kapni akarással kapcsolatosan, akkor érezzük meg, hogy a fáraó mit is akar tőlünk. A fáraó, jó fáraó, az úgy néz ki, mintha ő a természet törvény alapján dolgozna. Tehát tehát itt van a 7 év, bőség a 7 év, éhezés, vagy nélkülösség. Tehát minden akkor tárul fel, amikor szükség van az embernek. Tehát bizonylag világos törvények működnek. Tehát, hogy Mózes föl tudjon nőni ebben a helyzetben, nyilván ez egy nagyon fontos dolog.
hogy ki tudjunk lépni a hétköznapi uralma alla fáraónak, nyilván ott kezdődik egy csomó probléma. A fáraó, ez nyilván egy bizonyos szinten jó, tehát ez szimbolizálja, az ellentétesének a megragadását, amely ugyanannak a birtoklását jelenti. Ez engem arra emlékeztet, hogy valaki ebben a világban egy high-tech cégek dolgozik, akkor olyan, mintha arany élete lenne, megvan a pénze, az autója, mindene. De amikor ki akar ebből lépni, akkor rájön, nem tud ebből a mókuskeréből kilépni. Azért, mert ameddig benne vagy, a kapnakarásod benne tart ebben, akkor minden aranynak tűnik, arany életnek, de amikor megpróbálsz kilépni, akkor fel fogod fedezni, hogy valójában rabszolga vagy. Tehát nekünk nyilvánvalóan látni, hogy a fáraó mindig gonosz. Tehát nyilván az ember természetének megfelelően kell látnunk, hogy a fáraó ugye megadja az összes fizikai igényét az embernek, látszólag, azonban a mi számunkra, hogyha ezt oldalról nézzük, akkor ez egy nagy frusztráció. Rav. Mondhatjuk azt, hogy a 7 év éhezés az másik fajta fáraót mutat fel utána nekünk, tehát akkor látjuk a jót és a rosszat? Tehát a 7 év alávetettségben, bocsánat, a 7 év bőségben a fáraó egyarcú volt, mert az emberek a kapni akarása működött egyedül, ami azt jelentette, hogy a szívben lévő pontja nem volt csak felébred, de csak lassan jelent meg, és abban, amikor ez elkezdett kibontakozni, a fáraó ketté vált, a kapni akarását kezelte régi módon, nyilván hogy vált ketté, hogy lehetett képtelen két aspektusú fáraónk. Tehát egyrészt volt a hétköznapi fáraó, aki a kapnakarást kezelte, a másik rész a fáraónak pedig azt a részünket kezelt, amelyik adományozni akart. Tehát hogy lehet, hogy ez a kettő fajta fáraó nem akarta elengedni Egyiptomot, illetve Izraelt Egyiptomból, sőt, azt a vágyát szerette volna növelni, hogy igazából ne menjenek el, ezzel mégis közelebb vitteket a teremtőhöz. Amikor mi egyiptomiak vagyunk, ugye, akkor az azt jelenti, hogy a 7 év bőségben vagyunk, akkor semmilyen problémám csak a fáraóval. De abban a pillanatban, amikor nekünk el kell kezdenünk a fáraóért dolgozni, ez azt jelenti, hogy látszólag az adakozáson vagyunk, de valójában a kapni akarásunk működik. De ahogy megjön Mózes, akkor valóban a teremtő érdekében akarunk dolgozni, és akkor minden problémásra válik. Én valóban rá kellett, hogy jöjjek, hogy minden azon múlik, hogy milyen perspektíván nézzük a jó és a rossz fáraót. Tehát, ha mi megvizsgáljuk a spirituális fejlődésünket, akkor nyilván a kapnakarásunk kap csapásokat, ami nem is biztos, hogy a spirituális szempontból rossz. Így van. Tehát minden a vágytól függ, az iránytól, amely felé haladunk, vagy amely felé akarunk haladni. A fáraó, mondja a következő srác, az egy a szándékunknak a projekciója tulajdonképpen, amely uralkodik felettünk. Tehát egy kétarcú fáraóval találkozunk a 7 év éjség alatt. Tehát nyilván így kell fókuszálnunk, így kell letisztálnunk különböző állapotokat. Tehát minden egy emberben történik, és akkor egyre világosabbak kell válnia annak az egy embernek, hogy ő hol van, miben van benn, hogy tudja az állapotát megváltoztatni. Tehát nyilvánvalóan, tehát egy nap ki tud lépni az ember. Tehát nem szabad elveszíteni a reményt a helyzetből, hogy a helyzet jobbá válik. Ezért lehet sokkal jobb az, hogy hogy lehet ebből az állapotból kilépni, és ez a legnagyobb probléma, hogy a fáraó nem engedi ők, meg a csalódásból kilépni őket, és ez egyfajta homeosztázis.
egy ilyen középső állapotban, vagy átmeneti állapotban, tehát még mindig van remény, így van. Tehát nyilvánvalóan az embernek két része működik, az egyik az, ami a fáraót formányozóan, a másik pedig, ami nincs. Nyilván a kérdés az mindig a 7 év bőség és a 7 év éhezés között az, amikor nyilván van a fáraó mechanizmusa, nyilván van az embert magát is ketté osztja, és ez az ember választását idézi elő. Amikor az emberek elkezd dönteni, hogy melyik részt akarja követni, és ez vezeti el Izraelt ahhoz, hogy, hogy igazi választásra a teremtőhöz tud közelíteni, Rav. Hogyan lehet, hogy egyszerre létezik a 7 év bőség, meg a 7 év nélkülözés? Ahogy lehet ez? Hát, hogy a nélkülözésben nem tudom magam kitölteni, ugyanakkor viszont, hogyha a más perspektívából nézzük, akkor 7 év nélkülözés az azt jelenti, hogy a fáraó, mintha elvenni, vagy kezelni a fényt, de ellentétes módon, mint a teremtő, ugye? Tehát tulajdonképpen azért itt a teremtőről szól, akkor mi történik itt? Miért engem néztek, magyarul? Tehát az ember ketté van osztva, az a megszerzés érdekében, illetve a megszerzés az adakozás érdekében. Állapotában van a kapni akarás, ami a megszerzés érdekében történik. Azt mondja, hogy itt van a bőség, a fáról nem változik. Az ember szempontjából ez jól működik. Amikor azonban meghal a régi király, tehát megindul az ember az adakozás szándéka felé, akkor az ember szempontjából változik a dolog, mert a király valóban gonoszszá válik, mert nem engedi ezt az új vágyat megnyilvánulni, és kitölteni se. Oké? Értitek ezt, vagy nem értitek ezzel egyet, mondja Röv? Ez azt jelenti, hogy mind a 7 év éhezés, mind a 7 év az arról szól, hogy te Izraelben vagy, akkor valóban a 7 év. Ha Izrael állapotában vagy, akkor 7 év éhezést érzel, ha Egyiptomban vagy, akkor 7 év bőséget érzel. Hát ezt mondja a fára Mózesnek. Ugye a Mózes mondja a fáraónak, hogy engedd el a népem, ugye? Akkor ez így van, vagy nem? Igen, kiabálták. Na, ez a kapcsolatban nagyon sok kérdés lehetne még, mondja Rav. Na, akkor a kérdés, van kérdésnek a cikkel kapcsolatosan? Mit jelent az, hogy a fáraó kezeli a fény? Hát persze, hát különben hogy lehetne? Ugye a teremtőről beszélünk ám. Nyilvánvalóan csak más szerepet játszik. A fáraó, mondjam, az a fénynek a forrása, aki kitölti a kapni akarást, az adakozás valójában nem működik. Mit jelent az adakozásnak a fénye? Nyilván, amikor a megszerzés adakozás érdekében kezd el dolgozni. És ez nem jelent kitöltést egyébként az ember számára, szándékosan, harcot jelent. Ezt a harcot ki kezdi az emberben megnyilvánítani? A fáraó, a teremtőnek a hátat folytott megnyilvánulása. Oké, na de a 7 év nélkülözés. Nekünk azt jelenti, hogy úgy kell dolgozunk, hogy bocsánat, a bőségben úgy kell dolgozunk, hogy az edényén ki vannak töltve, minden jónak tűnik. Jó fárót érzékelünk, tehát a 7 év bőség. És Izrael Egyiptomban erősebbé válik, és minden jónak tűnik, gazdagabbá válik, majd azonban egy probléma jelenik meg. Mi ez a probléma? Egy másfajta munka emelkedik föl, amely az adakozás szándéka mögött húzódik meg, azaz ki kell lépni a kapnakarás uralma alól, amely mit jelent, hogy a fáraó hogyan tartja meg az embert, hogy kitölti a kapni akarását, tehát nem engedi,
elmenekülni, és akkor megjelenik egy óriási probléma, hogy Izrael gyermekei felnyögnek a munkától, ahogy azt tanuljuk, mert szeretnének adakozni, a kapcsolaton dolgozni, és a fáraó azonban a kapnakarás fizeti csak meg. Tehát mindent elnyer a föld, amit csinálnak. Tehát ebből a munkából semmilyen dolog nem jelenik meg, és azért kielégülés sem jelenik meg, és mégis előre kell haladniuk. Tehát mondja Rav, az, aki a kapnakarást használja, és ezen a módon akarja folytatni, nyilván ugyanazzal a fáraóval szembesül, és látszólag az a fáraó jól viselkedik vele. Azok azonban, akik az adakozás érdekében akarnak dolgozni, azaz fel akarnak emelkedni a megszerzés fölé, ez azt jelenti, hogy a fáraó megfordítja az arcát, és semmi más nem jelenik meg, csak csapások. És itt merül fel a kérdés, mondja Rav, hogy hogy lehet az, hogy egyszerre van még egy olyan periódus, amikor a kapni akarásban is vannak még kielégülések, bizonyos értelemben, és ugyanakkor csapások is egyszerre. Tehát hogyan lehetséges az, hogy a fáraó ilyen módon közelebb viszi Izraelt a mennyei atyához? Tehát mi az, ami történik? Milyen cselekedet nyilvánul meg abban az irányban, hogy Izrael, miközben Izrael meg akar szökni Egyiptomból, hiszen ez ellentétes azzal, amit a fáraó elvárna tőlük, nem? Tehát a fáraó az, hogy a saját hozzáállását megnyilvánítva az ember kapnakaráshoz, ezzel az embert kinyomja Egyiptomból. Na de hogy történt ez meg? Értek te a kérdést? És mi a válasz? Beszéltek meg? Mennyivel a fáraó a teremtő? Nyilván jönnek a csapások, mik ezek? Tehát az a tény, hogy a fáraó növeli a kapnakarás minden alkalommal, a fáraó nem engedi őket megszökni Egyiptomból, kilépni Egyiptomból addig, amíg a kapnakarás át nem megy a 49 tisztátalansági kapun, azaz teljessé nem válik a kapni akarás felismerése, és felentárulnak a rossz volta, hogyan történik ez meg, ez a kérdés, és akkor miért akarnak ebből kilépni? Tehát a végén maga a fáraó mondja, menjetek, és gyorsan menjetek, nem állítok meg benneteket, mondja a fáraó. Tehát ott az úgy jelenik meg, mintha a fáraó a leghűségesebb szolgáljon a teremtőnek. Nekünk nincs más állapotunk, mint a 100%-os ellentét a teremtővel, vagy 100%-osan a teremtő szolgálata. Ez a két állapotunk van. Így kell ezt elfogadnunk. Az éfole mála me adát, én borhim me a paró. Imum... Ezt most nem értettem. Nem tudom, mondja Rav. Tehát én csak azt mondtam, hogy próbáltok meg ábrázolni ezt a helyzetet egy kicsit. Tehát nyilvánvalóan, de adjatok valamilyen magyarázatot a sejre. Tehát a 10-es körben rajta. Hát nem nagyon van ennek válaszom, csak egy növekvő kérdés van bennem. Hogyha az embernek nincs kitöltése, akkor hogy tud adakozást keresni? Tehát ha csapásokban van az üres edénye, akkor fogom sincs, hogy tud elkezdeni a spétás útra rálépni. Ezt én most nem értem, mondja a srác. Mivel úgy tűnik, hogy bármi is történik,
Ez a hiány állandóan növekszik bennünk. A hiány, amely teremtőre felé irányul, hogy ez pontosan hogyan működik, nyilván úgy, hogy összekapcsolódunk, hogyan adja meg ez a képességet a helyes irányos teremtőre. Nyilván a fáraó az növeli a kapnakarást bennünk, és valóban itt egy nagy kérdés merül föl, hogy mit jelent az, hogy mi óriási kapnakarást nyilvánítunk meg, ami a 49 tisztáltás, hogy kapunk visz bennünket keresztül, milyen nagy a kapnakarás, hogy valóban ki tudjunk lépni Egyiptomból. Ez, amiről szó van, előzőleg is erről beszéltünk, hogy kitöltöztetünk adni a kapnakarásnak, és ez folyamatosan növeli, ezt a kapnakarás valóban azt jelenti, hogy a természet növekedni akar, tehát ha valóban el akarjuk ezt a növekedést érni, nyilván ez látszólag láthatóan tesz, hogy a fáraó igazából mindig csak jó. És mi az, ami gonoszát teszi a fáraót, ez egy nagyon jó kérdés. A fáraó gonosz. Mivel nyilván meg akar szerezni a megszerzés érdekében, tehát valójában kitöltést akar elérni, és az egész dolognak ez a lényeg, hogy a fáraó növeli a vágyat. Olyan dolgokra, hogy az ember szerezze meg többet, azonban közben felfedezi az ember, hogy ennek a vágynak engedelmeskedni szolgasságot jelent, és akkor az ember elkezd gondolkodni, hogy szökhet meg a saját természet elől. Így van, tehát a fáraó elleni ellenállás az jelen pillanatban olyan, mintha az ember csak a levegőbe harcolna. Tehát ez az, ami az embert megtartja abban, hogy ki tudjon lépni önmagából, hogy valóban képes legyen egy természetes módon megtartani önmagát. Tehát úgy tűnik, mint a fáraó az a végső pontja lenne ennek a vizsgálatnak. Tehát nyilvánvalóan mindig egy másfajta kitöltés fele vezet az embert az üresség felé, ugyanakkor viszont mindig elvezet, hogy vigyál még egy sört, nézze még ezt a futballmeccset, még ebbe próbáld meg ott kitölteni egoista módon. Tehát mindig egy játékot játszik velünk a fáraó, a kapnakarásunkkal. Hogy egyre élesebben legyek képes ezt a vizsgálatot elvégezni magamban. Nyilván a fáraó az, aki kioldja ezeket az erőket, tehát nincs más erő, tehát hogy el akarsz menni adakozni, akkor nyilvánvalóan a teremtő fogja segíteni. Hogy történt mindez meg? Tehát és az egész addig játszódik, amikor az emberek elege nem lesz ebből az egészből, és nyilván az ember elkezdi megérteni, hogy annak ébrekében, hogy túlélje ezt a folyamatot, el kell kezdeni kilépni ebből. Meg kell élni egy új vágynak az adakozásra, és mert az ember érti, megérzi, hogyha itt marad ebben az állapotban, meghal. Akkor jobb, ha elmenekül. Következő srác. Itt a kitöltés az, ami állandóan növekszik a fáraó által, hiszen itt egy látszalagos adakozás történik, hogy a fáraó elszívja a fényeket, azonban az ember felismeri majd, hogy ezek a megszerzés edények növekedésre ajánlnak együtt. Azaz azt mondja a teremtő erre, hogyha akarod, akkor ragad meg ezt. Tehát abban a pillanatban, amikor mi valóban kérjük, hogy tölteni magunkat a teremtővel. Tehát akkor most a Bála Szulámtól a 14-es levelet fogjuk olvasni. Ez is a Bölcsek gyümölcse című könyves benne van. Tehát nekünk azt kell látni, hogy minden állapot, ami változik, az úgy működik, hogy mi tegnap nem volt tiszta, tegnap az tisztában válik ma.
Tehát a... Tehát itt az ember pillanatokban él tulajdonképpen. És itt látszik, hogy mennyire intenzív a munka, mennyire tudja a csoport együtt dolgozni. Mennyire köz vagyunk közel egymáshoz. Mennyire kristályosodott ki az együttlétnek az ereje, mennyire konszolidálódtunk ezen a módon. Tehát használjuk ezt a lehetőséget, hogy erről beszéljünk, mert ez fontos a számunkra az úton. Tehát hogy történhet mindez meg? Mi az igazság? Tehát a mi igazsága ezen a szinten, az a következő szinten, a magasabb szinten hamis lesz. Tehát hogy ez a fajta ellentétesség a szintek között hogy nyilvánul meg? Van erre valami válaszotok? Tehát akkor itt a következő kérdés, hogy lehetséges az, hogy ami az egyik szintnek étel, a másik szintnek szemét. Tehát hogyan lehet az, hogy ami a hamis, vagy igaz ezen a szinten, a felettünk lévő szinten már hamis. Hogy működik ez? Miért így működik? Ugye, hogyha növekszik a kapnakarás állandóan, nyilvánvalóan akkor a szándék is megújul. Én azt érzem, hogy az én kapnakarásom valóban kitöltés felé törekszik. És még erőtesebb adakozás jelenik meg. בגלל שהגדילה של הרצון לקבל היא כל פעם לכיוון בעצם של על מנת להשפיע. מיבל הקפנק לשנק הנבקדשה, אז אז עוד הקודה שירה נהיה בוקר לו ימות השום, מרד זה יתלם מוד, או עוד אז אין בן נבקד ניתוד. A másik oldalról egyre erőtésebben is jelenik meg ez a fajta szándék. Tehát ezért, ami kitöltés volt tegnap, az ma nem lett kitöltés szinten. Hát ez a tisztátlanság kapcsolatban való áthaladásnak a lényege, hogy mindenki egyre tisztátlanabb, és ezen a módon teljesen más érzékelés vagyok, ezen a szinten következő. Tehát mi mindig megpróbálunk fölmászni a szentséghez, és nekünk mindig keresztül kell menni újabb és újabb kapukon. És miután keresztül mentünk, nyilván azt is jelenti, hogy az a kapu, ami hátrahattunk, az már nem is releváns. Tehát ami létezik, az valóban az az ajtó, az a terem, ahol vagyunk, és a következő ajtó lesz fontos. Ez az egyetlen módja az előadásnak, mondja Sáj. A természetünkről beszélünk, tehát az erőkről, amik megnyilvánulnak bennünk, tehát amikor valóban az ízek megváltoznak, ezek azt jelentik, hogy minden megváltozik, tehát az én értékem is megváltoznak. Mi az igaz, mi nem, mi a helyes, mi nem. Tehát teljes egészében eltörődik az előző szint, annak érdekében, hogy felmenjünk a következő szintre. Tehát lehet, hogy úgy tűnik a számunkra, hogy egy teljes hazugság volt az előző szint, így tudok előadni. Nyilván ez az, amikor egy gyermek növekszik, tehát valóban az, amit eddig evett, az egy szemétnek minősül, tehát egy van a spirituális úton is, tehát valóban az embernek gondolnak kell arra, hogy mi történik, ez egyfajta egoista gondolkodásmód, de ez így működik. Ez ugye a fáraó növeli a kapnakarását. Én nem tudom meg tudom határozni, hogy mi történik, tehát itt mindig van valami, ami bennünket egyre jobban arra nyom, hogy még adakozóbbak legyünk, még tisztábbak legyünk. Tehát nyilván mindig van egy vágy, amit van mit megtisztítani, mindig van olyan vágyunk. De ezzel a megtisztult vágyunk keresztül nyilván másnak fogom látni az igazságot és a hamisságot. Tehát nekünk egy üres edényt kell felkészítenünk.
Nekünk a csoport egységünkkel dolgoznunk. De hogyan határozunk meg azt, hogy valami igaz vagy hamis? Milyen állapot az, amiben ezt kijelentetjük, hogy ez igaz vagy nem? Tehát van valami fix, abszolút megközelítés, ahol azt mondhatjuk, hogy igen, ez az igazsághoz tartozik, vagy a hamissághoz. Vagy ez minden szinten így van, vagy csak egy bizonyos elv alapján van így. Tehát válaszolom, hogy ezt leírja, hogy működik ez. Tehát mi az, ami... Hogy történik meg, ami tegnap biztos volt, az ma kétséges. Tehát az ember miért így halad előre? Tehát hogyan lehet az, hogy végső soron mi egy ilyenfajta alapelv mentén haladunk, és ebből kell megéreznünk, mondanunk valamit, hogy hamis valami vagy igaz. De lehet, hogy ezek a dolgok teljesen relatívak. שני דברים. אחד, שבטוח שהרצון, כל עוד האדם הוא נמצא ברצון לקבל, אז זה הכל שקר. Egy, természetesen, amíg az ember a kapnakarásban vagy, addig mindenképpen a világot csak hamisan láthatja, ugyanakkor szüksége van más edényekre, az igazságot meg tudja mérni. Tehát nyilvánvalóan csak ezekben tudja igazolni az igazságot. A teljes előadásunk minden a világban azon múlik, így működik, mondja Roy. Tehát nekünk a tudás növekedése adja a fájdalom mértékének növekedését is. Tehát amit ma megértettünk ezen a szinten, a kölyök szinten lögtön azt látjuk, hogy a kölyök szinten kétségesé válik. Tehát ahogy az ember a kapnakarásában halad előre, akkor természetes módon állandóan új helyet kell kutatnia, ami új kitöltést ad neki, és miután csak az adakozást ugye a végén kitölteni, ez pedig teljesen más igazságot tár föl, mint a kapnakarás. Kölkösát. Minden relatív, mondja Kölkösát. Ez egy csodálatos cikk Rabos által a 28-as levél, amikor az ítéletek megérdésítéséről beszél Rabos, hogy csak akkor tudod megérezni ezeket az állapotokat, amikor egy ilyen fölé emelkedtél. Tehát még felül-lefele való leszkedésben nekünk egy állapotban vagyunk, ahol nagyon nehéz identifikálni, hogy mi történik, mi az igazság, mi a hamisság, és sok minden attól az állapottól függőben vagyunk. Nyilván van, itt vannak fix elvek, amelyek Egyiptom és Izrael között működnek. Tehát itt a viszonynak kell lenni állandónak, a cél pedig az adakozás, hogy bizonyos dolgok konstansá válnak, és mindent helyes módon kell interpretálni. Így van. Tehát ugyanazokat az elveket kell fixálni, tehát egy vizsgálati pont van. Világosnak kell lenni, hogy amíg az ember elmének a Martikud a svításban, addig minden megszerzésben van. De abban a pillanatban, amikor az ember az adott helyen az adakozás és a megszerzés között választva tud a dolgot megvizsgálni, akkor valóban a helyzet megváltozik, és a vizsgálati pontnak megfelelően fog értékelni, mi a hamis és mi az igaz. Köszönöm. Ahogy már beszéltünk erről a dologról, én azt gondolom, nekünk össze kell kapcsolódnunk egymással, és nekünk állandóan az igazság pontja felé kell törekednünk. Így van, tehát itt fix elvek vannak, ami mindenkinben érvényesül. Automatikusan dolgozunk a kapcsolaton, ez lesz az erőfeszítésünknek a lényege. Tov, Bonikra Egeret. Rav.